Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, én Petra vagyok, ez pedig a Barbie sorozatom, Barbie Create a Sim sorozatomnak a következő része, amiben szintén nagyon-nagyon fontos szereplőket fogtok megismerni, ők pedig Barbie-nak a testvérei, úgyhogy lássuk, hogy is készítem el őket. Szóval szerintem menjünk sorrendben, mert volt egy kis kavarodás itt az anyaggyűjtésem közben. Szóval George-nak és Margaretnek van egy pár gyermeke, azt mindannyian tudjuk. Az első ugye Barbie, őt majd egy kicsit később fogjátok majd látni. És utána jön Skipper. Na, Skipper barna hajú és eredetileg lila szemű. Hát nem tudom, hogy hogyan hoztak össze egy lila szemű gyerkőcöt a szülők, ezért én nem is lilára csináltam például a szemét, hanem kékre ugyanúgy, nem tudom, hogy miért akarok mindig zöldet mondani, ebben a sorozatban egyszerűen mindig zöldet akarok mondani, nem is értem. Illetve az ő kedvenc színe a lila, ami természetesen visszaköszön majd a Create a Sim során, majd egy kicsit később. Nagyon szereti a zenét, nagyon vad, és szerettem volna tenni a hajába valami lilát, mert ugye neki alapból hát az újabb hát meg talán néhány régebbi is, mindegy, az újabb Barbie filmekben mindenképpen van a hajában valami lila, és én is szerettem volna ezt megvalósítani, de sajnos nem sikerült, vagy hát nem voltam elégedett az eredménnyel, nem nagyon tetszett, ezért inkább hagytam a hosszú barna hajat neki, ami szerintem nagyon-nagyon illik hozzá, és szerintem nagyon-nagyon szép lett. A következő gyermekek, azok pedig Stacy és Todd. Stacynek az eredeti neve, mint megtudtam az anyaggyűjtésem során, Anastázia. Úgyhogy igen, ez egy fontos tudnivaló, az ő igazi neve Anastázia, csak valahogy sehol sem említik meg, vagy én nem is tudom, én még nem is hallottam, hogy bárki is így hívta volna őt. Na mindegy, ők ikrek. Ezt se tudtam, hogy van egy iker a családban, tehát Stacy és Todd ikrek. Na jó, ott vannak a másik ikrek is, ugye George testvérének a gyermekei, Max és Mary. De térjünk is vissza Stacyhez és Toddhoz. Tehát nagyon-nagyon sok gyermeket felsoroltak az oldalakon, amiket néztem, és egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy most ki csoda. De végül is rájöttem. Szóval Stacynek zöld szeme van, gyönyörű szép zöld szeme és szőke haja. Ezt sem értem, hogy hogyan alakult így, de hát így alakult, és szerintem nagyon szép a végeredmény is. És akkor ugorjunk szerintem Toddhoz. Todd teljes mértékben ugyanúgy néz ki, mint az apja, barna haja van, kék szeme, tehát ő tiszta apja, és róla tényleg nincsen nagyon sok információm, és nem is szerepel sok filmben, úgyhogy sajnos nem tudom, hogy ő pontosan milyen, de hát igen, végül is megoldottam, és meglett a végeredmény, és szerintem nagyon-nagyon cuki, és nagyon aranyos. Illetve itt van a pici Chelsea, ő még tipegő, és és szerintem halál cuki le, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cuki. Illetve hát Kelly, van egy olyan név is felmerül ebben a család fában, hogy Kelly. Na most Kelly volt, hát hogy is mondjam, tehát a Chelsea babának a neve eredetileg Kelly volt, tehát a Chelsea és Kelly egy azon személy, ugyanaz. Azért volt bennem kavarodás, mert nem tudtam pontosan, hogy most akkor Chelsea és Stacy volt ugyanaz, vagy Chelsea és Kelly volt ugyanaz, de keresgéltem sokat, elég sokat, napokat, és végül is megtaláltam a választ, tehát Kelly és Chelsea ugyanaz a személy, szóval először meg akartam csinálni mindkettőjüket, mert hát mindketten hasonló ugye genetikával rendelkedtek nyilván, mert ugyanaz a személy, csak akkor még nem tudtam, hogy ugyanazok, de most már tudom, úgyhogy Chelsea-t készítettem el végül, mert ugye ő szerepel a filmekben is, meg mindenhol. A filmekben, meg ezeken az ilyen-olyan helyeken, hát szerintem inkább egy olyan gyerekféle korban lehet, Stacy pedig inkább
egy ilyen mindjárt tini korszakban, vagy hogy is mondjam, de hát nem volt nekem ilyen választásom, úgyhogy muszáj volt Chelsea tipegőként megalkotnom, és pont emiatt a legfiatalabb Roberts baba, a gyerek nem kapott helyet sajnos ebben a Create a színben, ugyanis van még egy testvére Barbie, hanem itt van még nekünk a kis Christine, aki tényleg egy ilyen kicsi baba, úgyhogy hát őt sajnos nem alkottam meg, ő majd esetleg, hogyha lesz ebből a ezzel a családdal sorozat, akkor esetleg abban a sorozatban meg fog majd születni, remélhetőleg. Szóval őt nem alkottam meg, de mindenképpen, hogyha esetleg oda kerül a sor, akkor meg lesz alkotva. Tehát van nekünk itt Skipper, Stacy, Todd, Chelsea, és ugye Barbie majd lesz egyszer, majd. Úgyhogy hát remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és remélem, hogy egyetértetek velem ebben az egész ki hogy néz ki dologban. Próbáltam minél hitelesebben csinálni mindent, ugye Stacy sportosabb, Chelsea olyan, mint egy kis hercegnő, Skipper a zeneőrült, Todról ugye nem nagyon tudunk sokat, úgyhogy őt ilyen semlegesnek készítettem el. Úgyhogy hát ennyi is lett volna ez a videó, és remélem, hogy tetszett nektek, tartsatok velem a legközelebbiben is. Sziasztok! I play my hand, I try to replace you. My friends tell me that I've got nothing to lose. I pray that I can win this game for two. That's when I know that I will get over you. Oh, yeah, it's hard. The time it took to not need me anymore. Life moves by, but I'm still holding on. It gets better when you look at the time, but it's something I'll hold for the rest of my life. And just another regret, just another upset. After such a heartbreak, you're just another mistake. Still I think about all that we've done. Can you take me back to when we were young? Freaky, and let's chase some butterflies down in the park. You love me like you did in the past. Go crazy, embrace it. No rules, no, my tempo. All I wanna do is you now. You're shaking my mind to the wild. Hold me hard.
fire daily, and I'm gonna wait for you. I'm gonna wait for you.